Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt az Átlátszó podcastje. Katus Eszter vagyok, az Átlátszó szerkesztő újságírója, és ma a választási csalásokról fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel, akik a téma szakértői, valamint itt van még Zubor Zalán kollégám is, aki szintén foglalkozott már a választási csalásokkal cikkeiben. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Döbrentein Dánielt, a választási jogi program koordinátorát a tasz illetve László Robert választási szakértőt a politikál a téma aktualitását azon túl, hogy most lesznek a választások, egy precedens értékű ítélet adja, amit nemrég írtunk meg az átlátszón. Ez arról szólt, hogy próbaidőre felfüggesztett börtönkért az ügyészség az első és másodendű vádlottra is egy esetben. Ehhez képest valószínűleg mindenféle felelősségre vonás nélkül meg fogják húzni egy konkrét választási csalást Boranya megyén. Egy faluban történt egy ilyen eset, még az előző 2019-es önkormányzati választásokon, hogy Csebényben bejelentkeztek többen ugye fiktív lakcímmel a településről, ugye a környező településekről, és az átjelentkezőknek köszönhetően egy új polgármester lett a faluban, akkor a formai okok miatt elutasították, hogy ott fellebeztek, úgyhogy jogerőre emelkedett, és akkor végül is a rendőrség kezdett el az ügyben nyomozni. Végül hát megalapították, átadták ugye az iratokat az ügyészségnek, a Pécsi járási ügyészséggel lefolytatták a vizsgálatot, és közokirat hamisítás büntette miatt emeltek vádat 15 vádlottal szemben. Tehát elég megalapozatnak tűnt ez a, ez a bűncselekmény, de ahelyett, hogy aztán a szegedi járásbíróság hozott volna valamilyen ítéletet, megszüntették az eljárást, ugyanis egy jogszabály változás következtében erre lehetőségük volt. Ez ellen a jogszabály változtatáson, amit még semmilyen Zsolt nyújtott be egy ilyen saláta törvényjavaslatba tavaly, többen tiltakoztak, már akkor, többek között a TASZ és a politikai kapitál elég hangosan, vagy akkor meg is kérlek benneteket, hogy mi volt ez a, mondjátok el, hogy mi ez a törvénymódosítás, és hogy hogyan, hogyan változott emiatt a, a fiktív lakcímekkel kapcsolatos eljárás kezdem, akkor köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ez a szóban forgó törvénymódosítás, ez valóban a tavalyi év végére esett, és lényegét tekintve ez kettő jogszabály módosítását jelentette. Egy részről a polgári adatok, polgárok személyi adatainak és szóló törvény, az egyik, a másik pedig a büntető törvénykönyv. Az első az azért fontos, ez egy nagyon technikai jellegű jogszabály, azért jelentős, mert ez tartalmazza viszont a lakcím fogalmát. És a lakcím fogalma az teljesen felpuhult módosítást követően, míg korábban a lakcím az, az a cím volt, ahol a polgár él, logikus, addig a módosítást követően ez már csak egyfajta ilyen levelezési címmé változott. Ugye, hogyha nem kell ott élni, csak levelezési címként tartják fenn, akkor onnantól kezdve eléggé relativizálódik az, hogy mennyire szoros ez a kapcsolat a lakóhelyjel. Csak lakóhelyjel való szoros kapcsolat, az pedig azért fontos, mert egyéni képviselőjelöltre szavazunk, aki a Lakcímünkhöz kötődik. Ez volt tehát a módosításnak az első vonala. A második vonal pedig az, hogy a büntetőtörvénykönyvből kivették a közokirat hamisításnak azt a tényállását, ami kifejezetten a valótlan lakcímek módosítását szankcionálta volna. A közokirat hamisítás esete alól ez egy kivétellé vált. Innentől kezdve mi történik? Bárki bárhol létesíthet egy kvázi levelezési címet nem is kell ott élnie, és mivel nem kell ott élnie, ezért ugye fogalmilag megszűnik az, hogy fiktív lakcím keretkezik, hiszen nem is elvárás, hogy valóban ott éljen a polgár. Úgyhogy ez volt az a pont, ahol úgy gondoltuk, hogy ez megágyazhat a turizmus felpörgésének. Annyi el elvannam, hogy, hogy hozzá kell járulni az adott ingatlan tulajdonosának, hogy te, de ezen kívül, Nincsen semmi megkötés. Ez így van, tehát a hozzájárulás továbbra is kell, de azt eddig is láttuk, hogy a Vox turizmusnak nem volt akadálya az, hogy adott esetben pont, hogy a hozzájárulást megadó volt az, aki katalizálta ezeket a folyamatokat. Nyilván olyan céllal, hogy akkor a választáson a megfelelő helyre kell szavazni. Nem tudom, volt valami, ahol ilyen nagyon-nagyon kiugró szám volt, emlékeztek ilyen esetleg, olyan olyan több száz főről volt szó. A törvénymódosítás óta azóta nem volt ilyen, én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Természetesen arra gyanakodtunk azonnal, hogy mi más is indokolná ezt, mint a Vox turizmusnak a további megkönnyítése, ami hát egyébként eddig sem volt egy bonyolult történet, és elég sokat feltárt a független média maradéka ebből 2018-ban és azóta is. De az, hogy rendszer szintűen ez mennyi turistát jelent valójában, azt nagyon sokáig nem tudtuk, pontosan azért nem, mert már 2018-ban igényeltük az adatokat évekre visszamenőnek, hogy tudjuk meg azt, hogy hol voltak esetleges kiugrások. Tehát, hogyha egy településen Iszapszentgirisztáson mindig 50-en laktak, és 17 januárjában is 50-en vannak, és júliusában és még 2018 januárjában is, de hirtelen februárban már nem 50-en vannak, hanem 250-en, akkor okkal gyanakozhatunk, hogy ott valami történt. Addigra éred be a csok. <laughs> ez is egy opció, mert kint most komolya, komolyabbra fordít, hogy, hogy előfordulhat, hogy felépült egy lakópark, és hirtelen azért ugrott meg a lakosoknak a száma, de akkor ez derüljön ki, mennyire egy -huh. az újságíró, derüljön ki, hogy, hogy ott, ott, mi történt. De hogyha semmi ilyesmi nem indokolja ezt a, ezt a népességbeli kiugrást, hát akkor okkal gyanakodhatunk, hogy adott településen most turizmus jelentettek be állampolgárokat. Most, hogy hány ilyen van, ezt mindmáig nem tudjuk, mert hiába indítottuk ezt az adatigénylést a tasz együtt még 2018-ban, és aztán a TASZ hiába vitte ezt perre, négy év kevés volt ahhoz, hogy ezeket az adatokat megkapjuk, pedig hát olyan statisztikai információkra van szó, amely boldogabb országban a honlapon is elérhető lenne most ehhez képest, most volt novemberben ez a törvénymódosítás, és nyilván arra gyanakodtunk, hogy akkor most még egyszerűbb lesz a dolog, és még nagyobb tömegével ez beindul, de volt egy kellemes meglepetés is, hogy két független képviselő a választási irodához fordult, és azt kérte tőlük, hogy heti rendszerességgel hozzák a kormos nyilvánosságra, ugyanaz a logika mentén, ahogy mi is kértük még 18 előtt. És ezt a választási iroda ezt megtette, és december vége óta heti szinten láthatjuk ezeket a, a mozgásokat. És nyilván mi is, mások is is követik, figyelemmel kísérik, hogy azóta történt-e bármi kiugrás, és nyilván vannak települések, ahol, ahol van minimális, de ezek abszolút megfelelnek a demográfiai trendeknek. Tehát most először teljes bizonyossággal mondhatjuk azt, hogy december óta tömeges voksturizmus céllal nem jelentettek be állampolgárokat, de hát ez semmit nem mond el arról, hogy mi történt 2021. novembere előtti sok-sok évben. Az még továbbra is feltárásra vár. Azt látom, hogy Zalán, Zalán ezzel foglalkozott, ezzel a programmal ő nézte, hogy mikor Igen, én is. Azt látom, hogy egyelőre nem látszik olyan kiugrás, ami turizmusnak tűnne. Viszont szerintetek az, hogy átláthatóbb lett a szavazók mozgása, az elegendő lehet ahhoz, hogy elrettentse a voksturizmust és esetleg szervezni akaró embereket attól, hogy ezzel megpróbálkozzanak, vagy különösen most ez az ítélet és az, hogy jogszabály tulajdonképpen semmilyen nincs az ellen, hogy, hogy ezt megakadályozza, az lehet, hogy már nem lesz elegendő. Nem tudom, hogy, hogy, hogy ennek most van-e rettentő ereje, szerintem nincs. Én inkább arra gyanakszom, hogy már 21 november előtt elvégezték a piszkos munkát. Tehát akiket át lehetett jelenteni, mert azért nem öt percet megcsinálni. Tehát az, hogy ennek tényleg választási értelemben haszna legyen, ez egy hosszú hónapos szervező munka. Hát embereknek tényleg ezt az adminisztrációját el kell intézni, meg kell erről győzni az embereket, ki tudja, mit adnak érte cserébe. Ennek van valamilyen nyoma egyébként, vagy legalábbis vannak fegykák arról, hogy ezekre a településekre elkezdtek be csak voksolni emberek? milyen értelemben nyoma? Gondolom arra gondolok, hogy ilyen csatott érkörzetek, tehát ahol mondjuk Arra, arra gondolok, hat. hogy vannak erről beszámolók, tudnak -e erről emberek, hogy, hogy, hogy voltak ilyen tömeges átjelentkezések november előtt. Hát, a helyiek ezt elég jól látják, tehát külön, különböző tényfeltáró riportokat, még 2018-ból is meg lehet nézni, ahogy mesélik, hogy hát igen, itt a választás napján megjelennek olyan arcok, egyébként oroszoknak nevezik őket, mert nagy részük nem is tud magyarul, nem oroszok, hanem ukránok, de ez részletkérdés, ők oroszokként emlegetik őket, és hát látják, hogy a választás napján tűnnek fel, leszavaznak és mennek el. Ez a, ez a tapasztalatuk. Ez egy másik problémára is rámutat, hogy a magyar állampolgárság megszerzésének feltétele elvileg, vagy valaki tudjon magyarul, de hát a helyi beszámolók alapján itt rengeteg olyan ukrán van, akik még csak nem is határon túli magyarok, hanem egyszerű ukrán emberek, akik vélhetően nagyon kis vizettségért cserébe ebbe a buliba bevonhatók voltak. Számszerűleg körülbelül mennyi lehet az a plusz szavazat, amit ezek a vokstúristák hozhatnak? Hát, Tekintve, hogy nem tudjuk, hogy hányan vannak, mert meg nem kaptuk meg ezeket az adatokat, ezt elég nehéz megtippelni, viszont most elég sokan vannak rajtunk kívüli szerencsére, akiket izgat ez a téma. És néhány héttel ezelőtt, kapitány Balázs, Kásába dolgozik egyébként, ő hozott nyilvánosságra egy általa fejlesztett úgynevezett voks előrejelző modellt és nagyon szigorú kritériumokat állított be, de még így is azt állítja, hogy 32 településen legalább egy 4-5 ezer ember lehet aki kifejezetten ezzel a célral van bejelentve fiktív lakcímeken. Most már nem fiktív, ugye, mert ma már a lakcímtól is várjuk el, hogy valódi. Ő ezt a nagyságrendet tippeli, de nagyon konzervatív az ő becslése, tehát tényleg nagyon szigorú kritériumokat állított be, hogyha azokon kicsit is lazítanánk, én el tudom képzelni, hogy tízezres nagyságrendről beszélünk. Viszont ami az úgynevezett billegő körzeteket illeti, Zárójel szerintem senki nem tudja, melyek fognak billegni, zárójel bezárva, nem ez volt a motiváló erő, ez jól látszik. Tehát jellemzően az ukrán határ környékén vannak ezek a, ezek a települések, ahol sokan vannak, illetve román határmenti települések is vannak, és alig van néhány olyan település, ami ennél beljebb helyezkedik el. És ezek azért jellemzően olyan választókerületek, ahol egyébként a Fidesznek a jelöltje egész biztosan elhozza a mandátumot, így is, úgy is, úgyhogy csak, nagyon idézőlesen csak a listás ágon hasznosulnak ezek a szavazatok érdemben. És hát azt is hadd tegyem hozzá, hogy általában úgy került be a közbeszédbe a vokstulizmus kérdése, hogy itt van egy nagy tömegű persze számszerűen nem ismert tömeg, aki ezzel a lehetőséggel visszaélve majd létesít magának egy magyar lakcímet, és onnantól kezdve majd leadhatja a szavazatot az egyéni jelöltre is. Igen, ez a problémának a legaktuálisabb egy időben legközelebbi része, de vegyük akkor azt a másik dimenzióját, hogy ez az önkormányzati választásokon hogy fog megjelenni, vagy hogy jelenhet meg. 2019-ben volt ugye a legutóbb önkormányzati választás Magyarországon, és ott egyébként több esetben jogerős bírósági döntés is kimondta azt, hogy választási csalás történt, mert hogy mondjuk 5-10-15 darab szavazónak a papíron történő betelepítésével fordult át az eredmény, kisebb településekről beszélünk, ahol ez a nagyságrend már bőven elegendő ahhoz, hogy egy csalásnak érdemi hatása legyen. És akkor ezen a ponton szerintem azt is érdemes megemlíteni, hogy a felvezetőben ugye egy büntető per került szóba, és valóban ez az egyik hatás, hogy évekkel ezelőtti választási csalásoknak nem lesz ezen az ágon következménye, azon büntetőjogi alapelv, alapkövetelmény. Nyomán, hogy a visszaható hatály tilalma az úgy is érvényesül, hogyha utóbb már nem számít bűncselekménynek egy cselekmény, akkor nem lesz amiatt büntetendő az adott személy. De vegyük hozzá azt is, hogy a választási kifogás intézménye, az az, ami a választásokon belül az igazán fontos. Tehát az, hogy választási csalás miatt valaki a választást követő 2, 4, 5 évvel kap -e egy felfüggesztett szabadságvesztést, az nyilván egy nagyon fontos kérdés a büntetőjogi nézőpontból, illetve a közélet tisztasága szempontjából, de ha leszűkítjük arra, hogy az adott választás végeredményével mi lesz, akkor valóban megtörténhet az a teljesen abszurd helyzet, hogy ugyan megállapítják büntetőjogilag a felelősséget, de a választás eredménye az már fix, azon már nem lehet mit változtatni. Nyilván ez azért van, mert a választás egyik alapértéke az pontosan a, a gyors eredmény megállapítás, hogy ezt ne lehessen már utóbb vitatni, hogy jogszerű eszközökkel szerezte meg valaki az adott közhatalmi pozí pozíciót, vagy sem. Ettől függetlenül ez egy valós probléma és egy valós kérdés, hogy mi van akkor, hogyha például formai jogból a választási kifogást elutasítják. Hát az van, hogy akkor azt a mandátumot megnyerték adott esetben visszaélésre. Ugye most, most, most alapvetően a Vox turizmusról beszélünk, de azért nagyon sok formája van annak, hogy hogy lehet választási csalást megvékezni, és ez nem feltite, ez nyilván lehet a választás napján, meg ugye a választás előtt törvény módosítása. Illetve hát az egyik nagy klasszikus az a választókerületeknek az átrajzolása, ami nálunk is ugye megtörtént Magyarországon. Ugye erről beszélnétek egy kicsit, hogy ennek milyen jelentősége? Nem értem, miért néz rám mindenki, soha nem rajzoltam kerületképpen. Hát először is választjuk szét a, kettőt, hogy mi a, mi a választási csalás, és mik a Mik azok a törvényesített visszaélések, amelyekre hiába mutatunk rá, semmilyen módon nem, nem lehet azt mondani, na akkor itt most elindítunk egy eljárást, hiszen épp az a lényeg, hogy benne vannak a törvényben. Na erre kiváló példa a választókereti manipuláció, de említhetnénk a hallottakat a, a levélben szavazók névjegyzékén, és még sokáig sorolhatnám. Hát a a választókereti manipuláció ez egy olyan dolog, amiről szerintem mindenki hallott és nagyon kevesen értik, hogy ez hogyan működik valójában. Nem tudom, hogy itt most mennyi időt akarunk ebbe belefetszeni, valószínűleg nem sokat. Úgy szoktam összefoglalni, a kézikönyv első oldalára az van írva, hogy tereld minél kisebb választókerületekbe a sajátjaidat, és minél nagyobb választókerületekbe az ellenfeleidet. Most evidensnek tűnik, de egy picit jobban belegondolunk, van elképzelhető, hogy ezt most megkérdeztük volna a hallgatóktól, akkor pont fordítva mondták volna, de hát azért van az, hogy a kicsiket kell a sajátjaidba terelni, mert akkor kevesebb választópolgár választja meg ugyanazt az, ugyanolyan mandátummal bíró egyéni képviselőt, mint azok, akik sokkal többen választják meg. Most természetesen sokan azt mondanak, hogy de hiszen a törvényben benne van, hogy alig lehet eltérni az átlagtól. Valóban plusz-minusz 20 os puffert enged meg a törvény. Az erre, amikor megrajzolják a térképet, csak 15 ot egyébként, de egészen elmertünk a 20 százalékig, sőt most, hogy a mellékelt mutatja, még azon is túlterjeszkedhetünk. Na, de most a, 20 az Kevésnek tűnik, de valójában nem annyira kevés, ha az átlagtól való eltérés felől nézzük a dolgot. Ugye egy átlagos ö, egyéni választókerületben, mintegy 75 ezer magyar állampolgár, ö, ö, választópolgár él. Kicsit kevesebb, de legyen 75 ezer. Na most ebből a plusz-minusz 20 százalék az azt jelenti, hogy 60 és 90 ezer között mozoghat. Most a legkisebb felől nézve, a 60 ezer felől, ez már egy másfélszeres eltérés, tehát ez az egy, az egy óriási különbség azért. 60-90 ezres sávban egészen jól lehet manipulálni a kerület határokkal. És valóban hogyha megnézzük az inkább Fidesz felé úzó kerületeket, azok rendre inkább a 60-70 ezres sávban vannak, vagy 60-75 ezresben, még az egyértelműen balra úzók, azoknak a többsége nem, nem mind, ez természetesen nem igaz az összesre, de tendenciózusan a sokkal nagyobb az ilyen 75-90 ezer közöttiek jellemzőek erre. Na most ez az egyik legegyszerűbb módja a kerület határmanipulációnak, manipulációnak, és ezt nagyon egyszerűen a korábbi választási adatok alapján hát ma már elég ö, egyszerűen szoftvereket is ö, készíteni hozzá bárki rajzolgathat kerülettérképet, ha minden igaz a tiszta szavazás alapján is lesz ilyen játék nem sokára, ö, hogy bárki játszhat ezzel, és megnézheti saját maga, hogy hogy, hogy lehet ezzel, ezzel játszani. Tehát, és ennek mi az eredménye, tehát ez miért fontos, Ha fe, azt feltételezzük, hogy mondjuk 50-50 arányban oszlik el egy országban vagy egy megyében a, a választóknak a, a, a pár preferenciája, akkor azért nem mindegy, hogy ez az 50-50 százalék, ez kettő-kettő arányba hoz egy mandátumot, mondjuk egy négy megyében, vagy három-egy arányba. Na ezt tudja egy kerületérkép manipuláció. A, én pont olyan megyében lakok, ahol ez számított, ez az átrajzolt kerület, miatt Baranya második lennél a város, ugye Komló, régen 30 ezer, most 23 ezer körüli fő, illetve hát Pécs, ugye a másik, ugye a megyeszékhely, és hát ezt így összecsapták, és akkor lett a Pécs 1, Pécs 2, és hát ugye a Komló az ugye a szoci fellegvár volt mindig is, még hát azért Pécs ugye az előző választásokon egy fideszes városvezetést választott, és hát nyilván abból indultak ki, hogy akkor ha ezt felhigítják, és hozzácsapják Pécshez, akkor majd a pécsiek meg megszavazzák majd a nekik kedvezőt, és akkor így a szocik úgymond nem tudnak nyerni Komlón, és hát ez így is lett. Egyébként. De jó, mondjuk akkor mindenhol így lett, mert 2010-ben aztán tényleg mindenhol így lett, de mondjuk érdekes lett volna. 2010 még a régi kerület térkép volt. 11-ben, bocsánat. 14 Bajc, amikor igen, igen, amikor igen, az új igen. igen. Hát most 22-ben ez egy elég, ez, ez egy indikátor körzet is lehet a baranya kettes. Igen, abszolút, hát mi meglátjuk, hogy mi lesz. És hát azt még hadd tegyem hozzá itt a kerülettérkép rajzolás kapcsán, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy az alkotmánybíróság mondta ki, hogy ez az állapot így törvénysértő, hogy most van. Ennek ellenére nem történt semmi az országgyűlés nem módosította a törvénynek megfelelő kerület, megfelelően a kerülethatárokat, Ráadásul mindezt tette úgy, hogy 2020 őszén volt erre vonatkozó indítvány, de ezt nem szavazták meg. Tehát lekerült a napirendről, és ezt követően viszont egy teljesen más témában született választási jogszabálymódosító csomag. Tehát a törvénysértő állapotot nem rendezték, ellenben mindenfajta társadalmi egyeztetés nélkül más típusú változtatásokat meg átvittek. Hát de kivitatná, hogy sokkal jobb társadalmi érdek fűződött ahhoz, hogy 71-re megyünk az országos listához szükséges egyéni jelöltek számát 27-ről, mint ahhoz, hogy egy törvénysértő állapotot felszámoljunk. É, hát, igen. senki nem vitatná, hogy ez volt a fontos. Ugye mostanában a közbeszéd, vagy hát nem tudom, mert ugye attól függ, hogy ki milyen buborékba él, de mondjuk mi abban a buborékban élünk, ahol a közbeszéd az arról beszél, hogy ezek a választási trükkök, törvények, csalások, stb., hogy ezek a Fidesz segítik. De hogy ez biztos, hogy így van? Tehát, hogy tuti, hogy nekik fog kedvezni, vagy nekik kedvezne, vagy kedvez, vagy pedig ez ilyen kétélű fegyver, és kedvezhet a másik oldalnak. Hát a legtöbb választási rendszerben rejtett akna azért az, az nagyon a Fidesz felé billenti a mérleget de van köztük kockázatos, tehát én, én, szándékosan soha nem szoktam a választási rendszer problémái között emlegetni az úgynevezett aránytalanságot, hogy a Fidesz 44 kal két harmadot nyert a parlamentben 2014-ben. Persze ez így igazságtalannak tűnik, de egy többségi logikájú rendszernek ez a sajátossága, és ez akár egy későbbi ellenzéknek is hasznára lehet. Tehát ha valami csoda folytán ez az ellenzék most egy 6-8-10 százalék ponttal többet szerezne, mint a Fidesz, akkor, akkor, ezek a győztest erősítő hatások a mai ellenzéknek volnának kedvezőek. Tehát ezt nem nevezném törvényesített csalásnak. Persze lehet érvelni ellene, mert sok érv szól mellett, hogy minél arányosabb egy rendszer, nem tudom, annál kooperatívabbak lesznek a pártok, meg a, meg a teljes politikai élet, de ez már egy másik történet. Ez semmiképpen sem visszaélés, semmiképpen sem csalási jellegű sztori. De a térkép manipuláció, hát az nagyon nyilvánvalóan a minden jobboldali pártoknak kedvez, és persze ezt most hozzá kell tenni, hogy ezek elavulhatnak az évek során, 2011-ben rajzolták meg, átalakul a pártrendszer, kicsit kockázatos, hogy ez merre billen el, de az elég valószínű, hogy a, a baloldali pártoknak ez sohasóan soha nem lesz kedvező, és, ez, és az is igaz, hogy ez csak szoros eredménnyel számít. Tehát 2014-ben, 2018-ban semmi hatása nem volt a végeredményre a kerület térképnek. Most viszont szoros eredmény néz ki, és ennek az a hatása, hogy egy 1-2-3 százalék pontos ellenzéki előnyt azt még vissza tud billenteni ez a kerület térkép a levélszavazók, ha szóba hozhatom, ott halottak vannak a névjegyzéken konkrétan. Hát ez nem véletlenül van így, ez a Fidesznek így jó, ahogy van. Nekik az a kincs, hogy valaki egyszer már regisztrált, és nem akarják azt, hogy minden egyes választás előtt újra kelljen egy ilyen administratív akadályon átmennie a, a külhoni magyaroknak, és ezért nem hozza meg ezt a, ezt a pontosítást, hogy akkor minden választás előtt újra kéne, meg kéne erősíteni a regisztrációt ezt nem teszi meg, egyszer regisztrált valaki, az tíz évig jó, sőt, ha szavazott közben, akkor indul az óra, de minimum tíz évig jó. Na most innentől kezdve, ez alatt a tíz év alatt, hogyha valaki eltalál halálozni, arról a magyar állam nem értesül, és az ő értesítési címére ugyanúgy kimegy a levélcsomag benne a szavazólappal, és hogy azzal aztán mi lesz, ki hogy él vissza. Hogyha hogyha csak az történt, hogy tényleg egy jó hiszemű állampolgár volt, és nem tudom, meg, gyűlt a felesége, és, és soha nem is akarta vissza visszaélni, hát akkor valószínűleg csak kidobják a kukába, és kész. Csak nekem az a gyanúm, hogy nagyon-nagyon sokan arra, mármint, hogy ott van egy aktivista hálózat, és rengeteg embert úgy regisztráltattak be, hogy az értesítési címük az nem is a valódi otthoni címük volt, hanem valaki egészen máshoz jutnak el ezek a levélcsomagok, és innentől kezdve, hogyha valaki meghal, ez egyáltalán nem is probléma, csak az aktivista se tud róla, nem is érdekli, hanem megy abba a postafiókba értesítési címként a levélcsomag választásról, választásra, és ők pedig kitölthetik bárki helyet. Na most ez egy olyan nonsens állapot, hogy akkor mi még mindig fel tudunk idegesíteni magam rajta, mert hát minden választásnak az az alapelve, hogy a névjegyzékek, azok elég pontosan lefedik a valóságos választói társadalmat, abban pontosan benne van egy kinek a választója, kinek nem, és ez 30 év Magyarországon tök jól működik, és ami a belföldi részét illeti, ma is nagyon jól működik, de ami a külhoni részét, hát az, az kész tragédia. És de ennek a külhoni az, az nem feltétlenül mindenhol külhoni, mert ugye hát a... Angliába szagadt magyarok, arra, mi nem az, van, az más, mert nekik van az magyarországi lakcímük, tehát az, az ő nyilván tartal... Igen. Az, az megint egy egészen más probléma, arról is beszélhetnénk, de, de az megint egy kicsit olyan, szóval hogy az véleményes szerintem, hogy az mennyire nagy visszaélés, szerintem is az, de ott lehet érvelni a dolog ellen, hogy lakcím alapján most valaki szavazhat, levélben nem szavazhat. Ha nagyon akarom, azt még talán meg lehet védeni. De azt nem lehet megvédeni, hogy halottak vannak a névjegyzéken, tízezrével valószínűleg. erre semmiféle mentő körülmény nincs. Igen, egyébként, hogyha egy kicsit még így visszatérünk az alapkérdésre, hogy, hogy, mi az a, ami a kormánypártot segíti, és mi az, ami kevésbé, nyilván azzal szerintem nem teszek egy nagyon merész kijelentést, ha azt mondom, hogy a hatalmon lévők világszerte valószínűleg kisebb-nagyobb ilyen visszaélésszerű eszközökkel igyekeznek úgy alakítani a keretrendszert, hogy az az ő hatalma maradásukat segítse. Más részről, és ugye ezek voltak a törvényesített visszaélés nevezetű kategóriába tartozó kérdések, azok a típusú visszaélések, amikről majd nyilván fogunk beszélni most, tehát a, klasszikus szavazás napi választópolgárok befolyásolásával, rájuk helyezett nyomással történő eredménytorzítás, az ilyen típusú visszaéléseknek nincsen színe, ez nem konkrét párthoz kötődik legfeljebb, annyiban, hogy melyik párt az, amelyik több erőforrást mozgósít arra, hogy a visszaéléseket meg tudják valósítani. De egyébként ez technikailag sajnos bárki által megvalósítható. Visszatérve a külhoni magyarok szavazására, tudjuk, hogy az idei választáson az EBSZ küld egy megfigyelő csapatot a magyar választások monitorozására. Úgy tudom, hogy ők Magyarországon dolgoznak konkrétan. Nekik mekkora rálátásuk lehet a külföldi szavazásokra? Úgy tudom, hogy nulla. Hát ez egészen konkrétan azon a ponton lépnek be az EBSZ megfigyelői mondjuk a levélszavazással kapcsolatos ügyekbe amint a levélszavazatok megérkeznek Magyarország területére. Tehát nyilván ezeket itthon számolják össze, de a mandátumuk az a magyar országgyűlési választás követésére szól, tehát az itteni választási szervek munkáját kísérhetik figyelemmel. Nagyon valószínűtlennek tartom, és azt gondolom, hogy diplomáciai szempontból sem megvalósítható az, hogy más országok területén eljárjanak. Tehát ez egy erre bizonyos 93 ezer négyzetkilométeres területre, tehát hazánk területére érvényes, azon kívül nem tudnak eljárni. Kinek lenne a feladata, vagy kinek lenne lehetőség egyáltalán ellenőrizni a levélszavazatok És vissza is kanyarodtunk ahhoz a problémához, hogy a levélszavazás miért egy alapvetően problematikus út a joggyakorláshoz. Ezért, hiszen onnantól kezdve, hogy a levélcsomagot feladták postán, annak az útja gyakorlatilag követhetetlenné válik. Más kérdés, hogy mi az alternatívája? Az, hogy ne legyen? Az, hogy legyen online szavazás? Tehát most nem nyitom ki ezeket a kérdéseket, de az biztos, hogy a levélszavazás a jelenlegi formájában egy nagyon kockázatos és számos visszaérést formát magában rejtő joggyakorlási típus. És pont ez, amit nem tud az ebbe szellenőrizni. Igen. Többek között. De ha már rátértünk így a klasszikus választás napján történő csalásokra, akkor mik a top, top 5 vagy top 10, amiket a leggyakoribb gondolom az egyik a láncaozás? Hát ezt gyakorlatilag, aki ezzel, ezekkel a visszélés típusokkal foglalkozik, az szinte álmából felkeltve sorolja, ha nem is a dobogó legfelső három fokát, de az öt legjellemző típust. Nyilván a láncszavazás az abszolút ilyen, ennek van egy alváltozata, amikor nem a szavazólap, egymásnak adogatásával történik a szavazás, hanem sajnos mostanában már a technika könnyebbé tette ezt, mégpedig úgy, hogy a csalást szervező arra kényszeríti, vagy befolyásolja mondjuk pénzzel, vagy más eszközökkel a választópolgárt, hogy fotózza le a szavazólapot a fülkében. Ugyanide tartozik a... Ugye ez véleményes, hogy ez mennyire választási csalás, hiszen ez nem bűncselekmény. A szavazóknak a busszal szállítása nagyon jellegzetes visszaélési forma. És aztán vannak ezek a különféle nyomásgyakorlások, ami nem a szavazólapnak az ellenőrzéséről szól, hanem sokkal inkább a választóknak az előzetes nyomás alá helyezéséről, megfenyegetéséről, közmunkával, de adott esetben nem is közmunkával, hanem munkaviszonyjal, önkormányzati munkával, önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos nyomás, ezek nyilván elsősorban kis jellemzőek, de sajnos ez is jellegéből fakad, hogy bárhol megtörténhet az országban. És még egy dolgot azért itt hozzátennék, hogy hogy ezeknek a visszaéléseknek sokszor két oldalú a büntethetőségük. Nyilván, akit az állása elvesztésével fenyegetnek, az egy áldozat minden szempontból. De az, aki elfogadja a pénzt, más juttatást, és ezt követően leadja a szavazatát valamilyen pártra. Az egyrészt egy abszolút kiszolgáltatott helyzetben lévő, minden szempontból támogatásra szoruló polgár, de ez nem mentesíti őt az alól, hogy ő egyfajta korrupciós láncolatnak a másik végén helyezkedik el, tehát ugyanúgy bűncselekmény adni is, meg elfogadni is a szavazatért cserébe valamit ha mondjuk egy átlag állampolgár, vagy akár sajtómunkás mindegy, azt látja, hogy lezajlott a szavazás, mondjuk bement az illető, szavazott, kijött, rögtön bemegy a szemközti házba, ott kap egy szatyrot, vagy mindenki szatyorra jön mondjuk ki, az mondjuk gyanús. ilyenkor mondjuk mit lehet tenni? Több út van, ez már részben szóba került az imént, hogy az elsődleges az minden esetben a választási kifogás benyújtása. Választási... Csak ezt tisztázzuk le Persze. a hallgatóknak, hogy ez hogy zajlik. Választási, választási kifogás az a Választáson belüli jogorvoslat, ami azt jelenti, hogy első fokon bárki kezdeményezhet ilyen eljárást, kifogás benyújtását, tehát választási jogszabály megsértésére hivatkozva. Ez egy beadvány, amit a választási bizottságnak kell címezni. Első fokon mindenki, aki szerepel, tehát a névjegyzékben, aki választópolgár, vagy egyébként a jelöltek, pártok, mindannyian benyújthatnak ilyen kifogást amiben leírják a tényállást, mit láttak, mit tapasztaltak, csatolnak valamilyen bizonyítékot, leírják, hogy milyen jogszabályt sért ez a magatartás, és ezt átadják a választási bizottságnak, aki aztán valamilyen jogkövetkezményt állapít meg jó esetben. Bocsánat, hogy közöszok, csak ez még a választás napján kell lezajlania. Ez egy nagyon-nagyon gyors eljárás. Ennek a jogsértéstől számított három napon belül meg kell történnie. Csak hogy az a, az a probléma, amit én látok, meg gondolom más is, hogy ha aznap még leadom, és ezt elkezdik vizsgálni rögtön, akkor még az hatása lehet a választásra, De hogyha három nap múlva kezdik el vizsgálni, hogy tényleg kimentek -e ott szatyrokkal, akkor meg fogják tudni állapítani? Lehet ennek egy olyan hatása, hogyha három nappal később megállapítják, hogy adott esetben tömeges választási visszaélés történt, akkor megsemmisíthetik az eredményt, és elrendelhetnek egy új szavazást. Ez Közömbös abban a szempontból, hogy a választás, mint egész lezárult, hiszen ugye az eredményt még nem állapítottak meg országosan. Főleg az önkormányzati választásoknál láttunk egyébként ilyet, hogy egy-egy szavazókörben, vagy akár választókerületen belül megismételtették a teljes szavazást. Pontosan azért, mert azt látták, hogy olyan mértékben volt jogellenesen manipulálva, hogy nem érvényesülhetett a tiszta szavazás követelménye és ennek megfelelően újra kellett szavazni. Tehát egy ilyen jó következmény lehetséges. És ez nem kell rögtön megtörténni ennek, tehát ugye, mert hogy visszamenőleg, dézélve visszamenőleg döntenek erről. és ha már itt az átlátszó irodájába, akkor idézzük fel, hogy 8 évvel ezelőtt egy PC átlátszó együttműködés eredményeképpen pont az átlátszó fotózott és videózott nyílt szavazásra kényszerítést és az első között, nem az első között, elsőként sikerült ilyesmit dokumentálni, hogy a választási bizottság konkrétan arra kényszerítette a választópolgárt, hogy ott a pulton, ott az ő szemük láttára a megfelelő helyre húzza be az X-et. De ezt láttam talán <coughs> a tasz de nem vagyok biztos, hogy 18-ban is még volt ilyen, tehát hogy ez így nem múlt el, hogy ott az előttük az asztal, tehát mintha lett volna panasz. Ez rendszeres, tehát alapvetően ez nagyon-nagyon kis településekre lokalizálódik, de van. Létező jelenség. Te is így szavaztál? <laughs> Zalán, nagyon bólogatsz. Nem, én csak szavazatszámláló voltam. Viszont, ugye, ha már a választási bizottságokat említjük, azt ugye tudjuk, hogy az előző választásokon sokszor az előző sokszor úgy le, hogy a legtöbb kör, nagyon sok körzetben nem volt egyáltalán ellenzéki szavazatszámláló. Most én elindult egy mozgalom, úgy tudom, hogy már 20 ezer önkéntest sikerült is összegyűjteni, hogy gyakorlatilag mindenhol legyen egy. Az a kérdés, hogy ez befolyásolhatja e a, a választások eredményét, illetve hogy a múltban lehettek -e olyan esetek, ahol a csalást konkrétan a bizottság tagjai követték el, vagy ők működtek egyre benne, ők működtek együtt benne? Biztos, hogy volt ilyen természetesen. Igen. Hát abban a videóban, ami most is elérhető az átlátszó oldalán, ott <coughs> nagy nehezen sikerült a, akkor a Becker Andrásnak olyan megszólalókat találni, akik nével arccal vállalták a, a, azt, hogy elmesélik, hogy az ő esetükben a közmunkával hogy éltek vissza, és hogy hogy kerültek a közmunkából, miután nem a megfelelő helyre húzták az X-et. És ott van egy, egy úriember, aki arról is beszámol, hogy, a, hogy azzal a részlet szabályjal élnek vissza nagyon gyakran, hogy aki írás tudatlan vagy gyengén látó, az igénybe veheti a választási bizottság, szavazatszámláló bizottság két tagjának a segítségét, és akkor segítenek neki kiválasztani a szavazólapon, hogy hova is kell húzni az X-et, de ott, el, ott ugye jó hiszeműen eljárva a választópolgár akaratának megfelelően kell, hogy őt segítsék. Most ezzel nagyon könnyű visszaélni, hogyha embereknek az van megmondva, hogy ti most mondjátok azt, hogy alfabéták vagytok, és akkor van vagy 400 ember a szavazó körben, akik kérik a szavazatszámlálóbizottság bizottság segítségét, és ha nincs ott ellenzéki delegált, vagy most nem is az a lényeg, hogy milyen pártállású, tehát hogyha csak egy politika irányba mutató szimpatizások vannak a szavazatszámlálóbizottságban, bizottságban, hát akkor az lesz, hogy valószínűleg úgy befolyásolják ezt az állampolgárt, úgy irányítják az ő kezét, hogy a megfelelő helyre húzza az X-et. Na most, hogyha van tényleg minden szavazatszámláló bizottságban kormányoldalról, ellenzéki oldalról legalább két tag, akkor legalább ez nem lesz remélhetőleg. Igen, ez borzasztó fontos, amit a Robi mondott, mert azt kell látni, hogy a szavazatszámláló bizottságnak egyrészt már az elnevezése egy nagyon fura dolog. Ugye ők nem csak számolnak. Reggeltől estig ott ülnek és figyelnek arra, hogy törvényesen történjen a választás lebonyolítása, és nem csak a külső körülményeket figyelik, hanem egymást is ellenőrzik. Ezért kell minden létező szavazókörben az összes jelölő szervezetnek, meg küldenie az általa megbízott tagokat. Ezáltal lesz biztosítva, hogy a szavazóhelységen belül legyen minden törvényes. De ami ezen felül még fontos, hogy igaz, hogy a magyar jogrendben nem létezik ilyen, hogy civil megfigyelő, tehát ugye csak nemzetközi megfigyelők jöhetnek törvényileg szabályozott módon Magyarországra, azt semmi nem tiltja meg a választópolgároknak, hogy ők maguk a szavazóhelység környékén figyeljék, hogy minden törvényesen zajlik-e. Látnak-e arra utaló jelet, hogy szavazatvásárlás zajlik, hogy kényszerítés zajlik, hogy buszosztatás zajlik. Ő maguk, ők maguk, tehát a választópolgárok is élhetnek jogorvoslati eszközökkel, és egyébként nekünk pontosan az a célunk a tiszta szavazás koalícióban, aminek része a political capital, a CKA, az AHANG, illetve a TASZ, hogy minél szélesebb körben megismerjék a polgárok azokat a lehetőségeiket, amit, amikkel ők maguk léphetnek fel a választás tisztasága érdekében, benyújthatnak kifogást, tehetnek feljelentést, fordulhatnak a sajtóhoz, tájékoztathatják a közvéleményt ezekről az eseményekről, így aztán kitágítható a szavazatszámláló bizottságok tevékenysége. Hogy, az előbb ugye beszéltünk a kétféle választási visszaélésről a választás napján is a előtte jogszabályokkal történő visszaélésről. A kettő között egy kicsit én annyiban látok összefüggés, hogy ugye a 2014 előtti rendszerben ugye volt a kampánycsend intézménye. Az, az, hogy ezt kivezették, ez mennyiben tette nehezebbé a tiszta választások megtartását, mert úgy látom, hogy ott pont vannak ilyen határesetek, ahol a választásnapi kampányolás az nagyon könnyen megy át a választókra való nyomás gyakorlásba, vagy a ö, választás rendje elleni visszaérésbe? De szerintem elég jól láthat, hogy a, a kampánycsend egy abszolút tilalmat jelentett. Tényleg csend volt, vagy csendnek kellett volna lennie. Na, végre valamiben nem értünk egyet. Na, akkor. De az biztos, hogy ami miatt ez egy pozitív dolog valamennyire, hogy nem létezik teljesen kampánycsend, az az, hogy ezek a határterületek itt megvoltak. Illetve tehát most látszik, hogy mondjuk egy ételosztás az micsoda. Egy ételosztás az nem szükségszerűen visszaélés. Nem biztos, hogy nyomásgyakorlás. Ha ugye az ételosztáshoz társul egy feltétel, hogy na, aztán tudod, kire kell szavazni. Az a bűncselekmény. És hát nyilvánvaló, hogy aki ételt oszt, az nem fog valószínűleg ilyen mondatokkal élni, de a nyomást már ráteszi a választópolgára. Ezért aztán most kitágultak sajnos a lehetőségek erre. 150 méterre a szavazóhelységtől lehet kampányolni, 150 métert azt szerintem mindenki el tud képzelni, hogy mennyi. A rendelőintézet van mondjuk innen 50 méterre. Tehát egészen nevetséges, konkrétan 150 méteren belül lehet látni a szavazóesik bejáratát. Ez nem egy valódi tilalom ilyen szempontból. De a kampánycsány, szerintem egy rettentő életszerűtlen intézmény volt már 2010 <laughs> előtt is, már 2002-ben is, 98-ban is az volt, és nem igazán elválasztható szerintem az, hogy egy barátunknak azt mondjuk, hogy hello, ne felejts el elmenni szavazni, és az, eh, tehát ez az egyik véglet, a másik meg az, amikor valaki kell az utcára és a, vitál, a kőkeménye. kőkeményen, most a hol a határa a kettő között, ezt nem igazán tudta soha senki meghatározni. Most elküldök egy SMS-t, mondjuk a 98-as, 2002-es világból, SMS-en körbe küldöm, hogy ne felejtsetek el elmenni szavazni, és még azt is tudjatok, hol kell tenni az X-et. Ez egy privát beszélgetés volt -e, vagy ha már 20 helyre küldtem, vagy 40 barátomnak elküldtem, akkor én most kampányoltam-e. Tehát ez szerintem már bőven az okostelefonok világa előtt, de a mobiltelefonok megjelenésével teljesen betarthatatlan volt. Tehát lényegében szilenciumra voltak ítélve az emberek, hogy pont a kampány utolsó napján, tehát ugye nem csak az nap, hanem a választás előtti nap, szombat, az is kampánycsend volt, hogy akkor úgy kellett csinálni, mintha itt nem is lenne semmi, meg inkább a médiaterén volt ez rettentő nevetséges, hogy két katintásra kellett lenni a főoldalról a politikai jellegű tartalomnak. Nem tetszett. Egy, egy nyugalom volt arra az hát látszólagos nyugalom volt valójában, ettől meg ugyanúgy kampányoltak a pártok, csak fű alatt. nem volt annyira látványos talán, de ettől még a célcsoportjukat nyugodj meg, ugyanúgy elérték, ugyanúgy kopogtattak, ugyanúgy kampányoltak, viszont ilyen teljesen nevetséges, életszerűtlen szabályozásra kényszerítették főleg a médiát, és egyébként, hogyha szólásszabadság vagy információvaló, információhoz való jogi szempontból közelítjük meg a dolgot, akkor szerintem nagyon is problémás volt, hogy az utolsó nap napokban, ha kiderült valami rettető kompromitáló vala valakiről, akkor egy újság be se számolhatott róla. Azt most akkor lehet azt mondani, hogy igen, de ezzel vissza is lehetett élni, és akkor legalább, hogy ha valami álhírt terjesztettek, akkor legalább az nem terjedt olyan gyorsan. De hát azért mégse innen kellene megközelíteni, hanem szerintem az, az információhoz való szabad hozzáférést teljesen indokolatlan mértékben gátolta, szűkítette a kampánycsendintézménye. intézménye. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez, ez legalább nincs. És az, hogy a szavazókörök előtti 150 méteres körzetben ez mégis megmaradt, azt szerintem védhető, most azt, hogy 150 méter vagy 50, ez, ez már részletkérdés, de hogy hogy legalább a bejáratnál ne ö, álljanak ott az aktivisták, ezt a szándékot még úgy, úgy meg tudom érteni. De természetesen ez is nagyon magyarosan egy ilyen nevetséges harcba torkollik, hogy minden választáson volt, nyilvánvalóan most, most is lesz, hogy majd lemérik, hogy az, az a plakát, az tegnap még nem volt ott, az biztos ma került ki, és az most 147 méterre van-e a bejárattól vagy sem, és légvonalban nézzük, vagy a térkép szerint. Na, ilyen biztos, hogy lesz idén is, és rettentő szórakoztató lesz. Van, amiben meggyőzted, akkor mondok, hogy olyat, amiben biztos, hogy teljes konszenzus lesz, vagy gyanítom, hogy teljes konszenzus lesz. 2018 őszén bekerült egy olyan kiegészítés választási eljárástól szóló törvénybe, hogy nem minősül kampánynak az állami és önkormányzati szervek jogszabályban meghatározott, feladatkörükben folytatott kommunikáció. Lefordítom az állami és önkormányzati szervek gyakorlatilag bármit mondhatnak, az nem lesz kampány. Szerintem pontosan látjuk azt, hogy az a hihetetlen összefonódás, amit az erőforrások felhasználása tekintetében látható a kormánypárt, az állam és a szervei között, az például pontosan egy ilyen törvényesített visszaélésben ölthet testet. A választópolgára valószínűleg Tényleg nem az foghatni, hogyha a szavazás napján ö, utolsó pillanatban valamivel megpróbálja befolyásolni. Van, aki lehat persze, de azért gondolom én, hogy az a tendencia, hogy addigra már kialakult a, vagy a meggyőződés, ö, vagy pedig addigra már gyakoroltak rá annyi jogellenes nyomást, hogy tudja, hogy ö, hogyan fog szavazni. De én ezt hihetetlenül ö, károsnak tartom, hogy gyakorlatilag semmilyen állami megszólalás ellen nincsen eredményes fellépési lehetőség. Most erről eszembe jutott, egy, nem is tudom, melyik választásnál volt, amikor nagyon ilyen migráns ellenes hangulatot kell, Ez 15 után, akkor 18. Um, Vagy a 16-os népszavazás. Igen. Ja, igen, valamelyik. És akkor a polgármestereknek is ki volt a hogy ugye erről ezt a folyamatosan napirenden kell tartani, és nálunk a polgármester az például azt mondta, hogy életveszélyben vagyunk. És akkor hát rákérdeztünk akkor a tűzoltóság, rendőrség, hogy hát a életveszélyben vagyunk, akkor milyen lépéseket terveznek a hatóságok, hogy ugye megvédeni minket, a életveszélyben vagyunk. És akkor ültek szegények napokig a válaszon, és tervét válaszoljanak, és végül is valami olyasmi jött vissza, hogy hát kampány beszédekre nem kíván reagálni a rendőrség, a tűzoltóság. Tehát, hogy valóban igazából bármit mondhat, teljesen nagy hülyeség, már bocsánat, mert nyilván nem voltunk életveszélyben de hogy ennek itt semmi következménye, meg semmi nem lett. De már említetted a sajtot most volt ugye a napokban egy ilyen kérdés, hogy felvillanó reklám volt az egyik párt mellett, bár most azt mondják, hogy nem, nem azt reklámozta, de hogy ezekkel például mit lehet kezdeni, hogy a médiatanács, mint olyan, ugye a tartalmat nem és a stb. Tehát ugye vannak kifogások, amikkel ezeket ki lehet kerülni, ezeket a kényes témákat, hogy nem nézek oda, <laughs> vagy mit nem kapcsolom be a tévét, tehát hogy más, mit, mit tudunk ezekkel kezdeni. Ez egy érdekes kérdés, hogy ezt lehet-e választási jogorvoslattal támadni. Bevallom, ezen nem gondolkodtam még, hogy milyen megfogható pontja van ennek. Hát ugye a kampányban az nagyon fontos, hogy derüljön ki, hogy kinek a támogatására ösztönöz. Hogyha ez, a, ez az elve sérül, vagy ez a követelmény sérül, egy ilyen felvillanó reklám esetében ez lehet, hogy szóba jön. Tehát nyilván itt az a cél, hogy ne tudatosuljon a választópolgárban, hogy ő éppen ö, kampányt figyel, tehát hogy őt befolyásolni szeretnék a, a, az akaratában. Ez lehet, hogy egy megfogható pont Nem tudom, hogy próbálkozott -e ezzel bárki, már nem hiszem, hogy fog, mármint ennek a jogorlósatlával, ilyen szempontból nem hiszem, hogy foglalkozott valaki, illetve ha már a sajtó, akkor milyen szerepe lehet a választások tisztaságának megőrzésében a sajtónak? Ti mit láttok, hogy milyen. miért kellene tennünk, akkor adjatok mondjuk nekünk tanácsot. Ilyen podcastokat kell csinálni. Például. <laughs> <laughs> <Akkor> egy ez <laughs> <majd dicséret. gül> Ezen kívül szerintem még az is egy nagyon fontos eszköz a sajtó kezében, hogy aki sajtó munkatársa, ő szavazóhelyiségben jelen lehet, szavazatszámlálásnál jelen lehet. Ennek, bocsánat, de ke de. be kell tudni mutatni mondjuk sajtóigazolvány, mert ezt mindig szokták kérni, hogy akkor sajtóigazolvány. Szóval sajtóigazolvány az egy érdekes műfaj, mert euh, ugye úgy létezik, hogy közben nem létezik Nincs nincs jogszabály, ami ezt euh, standardizálja vagy előírja, mindenki legyártja magának a laminált lapot, aztán felmutatja. Az, hogy a gyakorlatban ez elég szokott lenni, az tény. De közben, hogyha valaki a sajtó munkatársaként be akar lépni a szavazóhelyiségbe, és kérik a sajtóigazolványt, ő meg nem tud ilyet felmutatni, akkor felmutathat helyette akár egy megbízási, vagy meghatalmazást, vagy bármi egyéb dokumentumot, ami igazolja, hogy kinek dolgozik. De ami nagyon fontos, hogy csak a regisztrált sajtótermék munkatársa élhet ezzel a jogával. Nyilván az átlátszó ilyen, nyilván ilyen a napi lapok, heti lapok mindegyike, tévék, rádiók. Tehát ezt kell tulajdonképpen igazolni, és onnantól kezdve a szavazás tisztaságának a biztosításában abszolút van szerepe a sajtónak. Önmagában a jelenlét már egy nagyon erős eszköz, és egy visszatartó erővel bír a csalások ellenében, de másrészt az is, ahogy bemutatja az eseményeket a sajtó, nagyon sokakra hatással lehet. Elég sok eset volt, amikor választási visszaélés kifejezetten a sajtó leplezett le, vagy mutatott be nagyon szemléletesen. Ez például a kollégánk Beckerand is. Szent vannak. Hát vagy amiről beszéltünk, hogy a Vox turizmus kapcsán az, hogy egyáltalán ez egy evidencia azért a legtöbben beszámára, hogy ez van. Ez az RTL-nek, a HVG-nek, az akkori hírtévének, később a Partizánnak köszönhető leginkább. Bocsánat, ha valakit kihagytam, de azt hiszem, hogy ezek RTL klub okvetlenül, ők voltak leginkább az élenjárók. Hát igen, meg hát azért a tévének a hatását azt becsüljük le. Tehát a mai napig az emberek többsége még a tévőből tájékozódik. Abszolút. Nem És tud, hát nem. van itt még egy dolog egyébként, hogy gondoljunk azokra a választópolgárokra, akik látnak valamilyen visszaélést, tudomásukra jut valami, de ők maguk nem akarják ezt a saját nevükben nyilvánosságra hozni, nem akarnak eljárást kezdeményezni. Nekik ott a lehetőség, hogy forduljanak a sajtóhoz, akik aztán a forrásvédelem keretein belül megvédik az ő adatait és adott esetben, hogyha úgy látszik, hogy ez valóban egy hiteles értesülés, akkor bemutathatják. Nem nagyon tudom egyébként most elképzelni, hogy egy olyat meg tudnánk csinálni, mint annak idején, hogy, hogy odaállnak arccal a névvel, és elmondják. Tehát, hogy én nem, tehát nem, nem, nem hiszem, vagy nem látok már az emberekben ilyen bátorságot. Tehát, hogy annyira... Én azt hiszem egyébként, hogy, hogy de. Mi szerinted Igen. Onnan? Igen, hát mondjuk a partizánnak a rablópártok filmje az, Tavaly előtt jött ki, vagy tavaly? Mert nem is tudom pontosan. Hiszem, de nagyon sokáig forgatták, az biztos. És abban azért vannak megszólalók, de ők is lasszóval kellett, hogy fogják, de de azért abban vannak névvel arccal vállalt szereplők, hanem is sokan. Tehát uh -huh. akkor az lenne a cél, hogy találni ilyeneket, akik. Az hát igen, persze, hát az, oknyomozó újságírásba íratlan pénzeket kellene beleölni, csak nem tudom, hogy kinek, de hát messze, az össztársadalmi hasznossága messze ennek a, ennek a legnagyobb. Bár ez be vitatná, ugye, aki azóta pálya elhagyó, és pontosan ezt nem bírta megemészteni, hogy hiába tár fel mindent a legnagyobb becsülettel, semmi következménye nincsen. Én nem hiszem egyébként, hogy nincsen semmi következménye, szerintem azért van, és nagyon sok közelünk kutatás az bizonyítja, hogy a korrupció az igenis idegesíti az embereket, igenis érdekli őket, csak tehetetlennek érzik magukat vele szembe. De az nem igaz, hogy nem érdekli őket, és hogy, hogy, hogy ne lenne igény arra, hogy ezeknek a dolgoknak következménye legyen. És ehhez az első lépés mégiscsak a tényfeltárás, az oknyomozás. Ez kicsit ilyen furcsán csapódik vissza hozzánk, mert uh, azt tapasztaljuk, hogy nem feltétlenül a, mondjuk, hogy megírunk egy adott közbeszerzést. Tehát az már nem biztos, hogy átüti az inger, vagy eléri az inger vagy hogy Mészáros Lőrinc cége megint megnyert valamit, megint, megint, megint. Tehát, hogy ezek már annyira nem. Hogy azt látjuk, hogy inkább ahova lecsapódik, vagy ahova kerül a pénz, és hogyha annak van valami jele, tehát egy, egy luxusház, egy autó, ékszer, drága óra, nem tudom. Tehát, hogyha ezeket bemutatjuk, ami nekik is kézzel fogható, vagy ami ez van közök, vagy nem tudom, az, az sokkal jobban hat, vagy azon keresztül sokkal jobban érzékelik. Hát, hogy elég igen, igen, igen. de De hogy, hogy önmagában már az, hogy közbeszerzésekről beszámolunk, az már önmagában szerintem kevés. Mert folyamatos. Tehát szerintem itt az, hogy nincs benne megszakítás, hanem napi szinten lehet ilyen tartalommal jelentkezni, ez biztos, hogy az ingyen küszöb elmozdulását eredményezi. A választások ebből a szempontból egy elég jó terep, azt gondolom, mert ez egy periódikusan ismétlődő valami, de olyan értelemben, hogy hiába van itt permanens kampány, mégsem mondhatjuk, hogy folyamatosan benne élünk. Mégiscsak a választások előtti néhány hét az egy évről évre, illetve négy évről négy évre, öt évről öt évre ismétlődő valami de akkor talán egy kicsit koncentráltabb a figyelem. Ja, vitatkoznék. Én, én már, nem érzem, tehát hogy én már úgy érzem, hogy folyamatosan kampány van, tehát hogy én nem érzem, hogy is fokozódott volna az elmúlt hetekben. Nyilván mi ezzel foglalkozunk, tehát ez nekünk speciális, mm -hmm. hogy ugye a politikusokkal azoknak az ügyeikkel foglalkozunk, tehát hogy én nem, nem érzem, hogy most jobban koncentrált lenne a kampány, mint eddig, de hát... A kampány szerintem is permanens 12 éve, de abban a Danival értek egyet, hogy a, a szélesebb közvélemény mégiscsak a, a választások hát, előtti igen. időszakban jobban érzékeli ezt. Mondjuk több az avató, meg átadó, meg szalagavágás. Meg a, meg a közvetlen megkeresés az, az számít sokat. Hát hogy bekopogtatnak, és hogy a csomópontokon megy a pultozás. Ez azért nincsen egyfolytában a, Ez a köztes időszakban. A kék plakátok, meg a rádió és tévé spemek azok, azok, folyamatosak, azzal már megtanultunk együtt élni, de amikor közel jön fizikailag, és arca lesz hirtelen ennek az egésznek, az mégiscsak a választások közelében jellemző inkább. Persze előfordul máskor is, de tényleg csak flashmobszerűen. Szerintetek ti hogy látjátok, hogy mondjuk amikor ugye volt a választás, és lát a rendszer, és akkor ugye informatikai hibára hivatkoztak, és akkor órákig nem jöttek az eredmények, aztán hirtelen megindult, hogy ilyesmire lehet számítani, és hogy szerintetek ezzel történhet a csalás, vagy ezekkel nem? Na, itt megvédeném az establishmentet. Ez az egyik legfőbb összeeskülés elmélet az ellenzéki oldalon, hogy akkor nyúltak bele az eredményekben, de hát ezt csak egy pillanatig kell gondolkodni rajta, hogy ez mekkora ökörség. Hát ez, ez napközben volt ez a leállás. Amikor még le se zajlott a szavazás, amikor minden ur urna zárva volt. És az, hogy egy ilyen leállás történt, az végtelenül ciki rámutat arra, hogy milliárdokat költöttek el elvileg arra a szoftverre, a választási szoftverre, ami kb. úgy néz ki, mint egy 1990-es évekbeli felület, és már sokszor megújult, és és még mindig használhatatlan. Jó, nem teljes, meg lehet találni, amit na nagyon keresel, de. Kicsit már. De, de hát az, az, azért főleg ilyen ráfordítás után ennél lényegesen többet várnánk el tőle, meg például az, hogy ne álljon le a választás napján. Ez, 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 mi, ez mind így van, és ez mind, mind gáz. De az, hogy ott belenyúltak volna, az, az egy égigérő hülyeség. Ugyanis <laughs> a közjelelmel ellentétben a magyar választási rendszer az 100 papír alapú. És az, hogy ezeket az adatokat aztán beviszik egy informatikai rendszerbe, az egy másodlagos dolog. Tehát, hogyha megvannak a szavazóköri jegyzőkönyvek, azok összehasonlíthatók azzal, ami a választásért a honlapján fenn van, és ha bármi nem egyezik, akkor azt azonnal ki kell vizsgálni. Na, ezért kell minden szavazókörbe ellenzéki delegált is, azonnal aznap este össze lehet hasonlítani az eredményeket, és látni fogjuk, hogy ezek nagy valószínűséggel egyezni fognak. Törökországban a angarai Ankarai, meg Isztambuli polgármester választásokon láthattuk ennek az eredményét, ahol megvoltak nagyon a félelmek, hogy esetleg a szavazólapokat és a jegyzőkönyveket elvinnék valamilyen csalás kedvéért, és azt láttuk, hogy ilyen napokig ültek rajta az ellenzéki delegáltak, hogy hogy nehogy és ennek akkor meg is volt az eredménye, mert tényleg nem történtek olyan visszaélések, ahol megváltoztatták volna az eredményt, és, és ugye nyert az ellenzéki jelölt a mind a két városban. Elképzelem, hogy nálunk üldögélnek ott. Mond. Még itt én is csatlakoznék Robihoz abban, hogy ez valóban számomra is inkább az összes köves elmélet kategória, és nagyon világos, hogy papír alapon zajlik a szavazás, amit aztán az eredményét felvisznek egy rendszerbe. És hogy nagyon ciki volt ez a leállás, ez tény és való, de nem csak ciki volt, hanem egyébként jogsértő is. A, a TASZ is nyújtott be választási kifogást ez ügyben. Mi azt sérelmeztük itt, hogy a honlap leállásával nem voltak elérhetőek alapvető választásokkal kapcsolatos információk, nem az eredmények, hanem például a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásai, különféle elérhetőségek stb., ami a joggyakorlást lehetetlenítette el vagy nehezítette meg nagyon. Elég kevés ember van, akinek otthon a polcán kinyomtatva ott vannak a választási bizottság iránymutatásai, nem meglepő módon, de mondjuk egy jogorvostati kérelemben ezeket nagyon gyakran hivatkozni kell. Aha. Vagy mondjuk mi van akkor, hogyha nem tudjuk, hogy hova nyújtsuk be a jogorvostati kérelmet? Hát. Igen, értelemszerű. Úgyhogy itt végül a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda jogsértést követett el azzal, hogy ilyen honlapot üzemeltetett, azóta én bízom benne, hogy ez a honlap stabilabb lett, jobb lett, reménykedjünk benne, hogy ide nem fog hasonló történni. Ez egy szimptomatikus, hogy ahogy itt most körbenéztem, amit a Dani most mondott, ez újdonság hatott, szerintem, holott ez tényleges probléma volt a 18-as leállással kapcsolatban, az, ami viszont nettó baromság, az szerintem minden második ma magyar az állampolgár mind mindmáig a magáinak olja. Igen. Igen, az a baj, én abban látom a problémát, hogy ez megingatja a bizalmat a választásban. Abszolút. abszolút. Tehát beszéltem már itt egy érintőlegesen arról, hogy mik a választásnak az alapvető értékei, meg azok a követelmények, amiknek érvényesülni kell. Az egyik az pontosan a közbizalomnak a megtartása. És hogyha ez sérül, az nagyon-nagyon veszélyes. Közbizalom alapja, hogy az is elfogadja az eredményt, akinek az eredmény nem tetszik, és akkor most nagyon-nagyon Egyszerűsítve fogalmaztam, de alapvetően erről van szó. Ha ez sérül, annak sincs oka végül elhinni a végeredményt, akinek egyébként az kedvező, az meg végképp nem fogja elhinni, aki számára ez nem szemes. Szintén a 18-as választásokon volt egy másik jelenség, amiről az a emlékezetes gyújtsájn sajtótájékoztató is szólt, a kígyózó kígyókról, meg az abosorokról, egy egyes szavazó körzetekben. Ez mennyire ö, lehetett probléma, mennyire lehetett szándékos, hogy tulajdonképpen voltak olyan szavazókörzetek, ahol nagyon-nagyon nehezen lehetett a, beütni a szavazófülkékbe. Szerintem ez logisztikai probléma volt, nem volt mögött a tudatosság. Hát ez nem, ezek, ennek nincs keze mondjuk a szavazókörzetek átrajzolásához, vagy Semmi, nem, nem, a névjegyzék mérete és a Nem, és egyébként erre azóta van jogalkotási megoldás, az ilyen típusú Ugye ezek az átjelentkező szavazókörök, ezeknek van, illetve lesz többletkapacitása. És szerintem most már nem fogunk ilyen jeleneteket látni. Igen, szóval szerintem is ez most már rendben lesz. Potom 12 éves késéssel. Se. <laughs> hát hm, ehhez, azért három választást kellett így lebonyolítani 2010-14-18, hogy legyenek olyan szavazókörök, ahol, ahol tényleg kígyóztak azok a kígyók. Remélhetőleg 22 lesz az első, amikor ez nem lesz. <laughs> Na de akkor miről fogunk beszélni meg közelebb? <laughs> Ettől azért nem tartok, hogy ne, ne lenne mit <laughs> Illetve Magyarországon nem lesz, a, hát a külképviseleteken az, lesz. Ja, ott biztos, hogy lesz. lesz. Van az az egész Angliában három Három. Három az. egész, Edinburgh, Manchester és London, emlékeim szinte ez a három, de egészen pontosan így van. Egy Igen. Ér. Akkor itt lassan szerintem befejezzük a beszélgetést, viszont azt még szeretném megkérni, hogy akkor nektek van-e a saját oldalaitokon bármi olyan, hova érdemes kattintani, vagy mit javasoltok, hogy mit tudnak nézni a választással kapcsolatban? Hogyne. Egyrészt van egy már említett szerveződés, ez a Tiszta Szavazás Koalíció, amiben a Political Capital, a civil kollégium alapítvány, az AHANG, valamint a TASZ vesz részt, illetve érintőlegesen szakmai tudásával az Unhacked democracy is tevékenységünket segíti. Van egy közös honlapunk, tisztaszavazás.hu néven található meg, és a TASZ tematikus választási oldalát szeretném még ajánlani, ez a választasz.tasz.hu, ahol nem csak választással kapcsolatos közérthető információk vannak, hanem a választáshoz kapcsolódó elérhetőségeink, forró drótunk telefonszáma, illetve e-mail címünk, panaszládánk, minden egyéb elérhetőségünk. Ezen felül természetesen a Political Capital honlapját is érdemes böngészni, van egy gyűjtő oldal, ahol a minden a választással kapcsolatos elemzésünk elérhető, ezek csak közvetve kapcsolódnak a visszélésekhez, ez inkább a klasszikus politikai elemzői munkának a része, ami a Választási visszaélésekkel kapcsolatos, az igen, az, az a tiszta szavazáson érhető el a részünkről is. Hát mi két módon teszünk, remélem, ezt hozzá. Egyrészt ugye az újságíróink, e, frissítik folyamatosan a választással kapcsolatos statisztikákat és adatokat. Emellett hát nyilván próbálunk majd minden olyan ügyet feltárni még a választásokig, akár a választáskor, ami, ami ugye arra utalhat esetleg, hogy itt csalásról vagy visszaélésről, vagy bármilyen befolyásolásról lenne szó. Úgyhogy rajta leszünk mi is veletek együtt, hogy ez a választás tiszta legyen, amennyire lehet Magábbis, Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésnek, te is és a hallgatóknak is. Mi is köszönjük, hogy Köszönjük jöttünk. szépen. Köszönjük szépen.